Látványos műsorral ünnepelték a Jókai Mor általános iskola diákjai, hogy új táncpadlót kapott az intézmény tornaterme. Az átadó részt vett Pokorni Zoltán polgármester, Liva Janikó, Fonti Krisztina alpolgármester, Sikota Krisztina az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, valamint Mennyhárt Éva, a Városfejlesztési Bizottság tagja. A korábbi betonra ragasztott linoleum padlót több rétegű, úgynevezett lengőpárnafás parketre cserélték. A mintegy 85 négyzetméter felületű padló nem csak vastagabb, de rugalmasabb is, mint a korábbi, így jobban kíméli a táncosok ízületeit. A legfontosabb az, hogy maguk a néptánc oktatók ezt jónak tartsák, a szülők visszajelzése is az, hogy úgy látják, hogy a gyerekek kevésbé fárad el a lábuk, a térdük nem fájlalják. A nyár folyamán több felújítási munkát is elvégeztek a Jókai iskolában. Ránk mosolygott a szerencse ezzel a teremmel, aztán ezen kívül a nyilázárók cseréjével, felújításával a homlokzati oldalon és a kerítésünk felújítása, karbantartása is zajlik most. Az új táncpadló kialakítása több mint 3 millió forintba került, amit a Hegyvidéki Önkormányzat saját forrásból biztosított.